Я вдячен в цілому світу за підтримку України, але якщо ми говоримо відкрито з вами і чесно, то кількість танків і термін, коли вони можуть до нас доїхати, мають невід'ємну а важливу роль. A harckocsiknak a lehető legrövidebb időn belül meg kell érkezniük Ukrajnába, az átadásukról és az Ukrajnába történő szállításukról szóló döntés után. Jelentette ki pénteken Volodymyr Zelenszky elnök egy televíziós interjúban. Az elnök a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, a harckocsik számának és az időnek, amikor eljutnak hozzánk, szerves és mindenek felett álló szerepe van ahhoz képest, hogy mikor született a döntés. Hangsúlyozta, hogy vannak olyan fegyverek, amelyekről már döntöttek, de még mindig nem érkeztek meg Ukrajnába. Az államfő ugyanígy vélekedett az Abrams harckocsikról, mikor a riporter megkérdezte tőle, hogy ezek az amerikai tankok túl későn érkeznek-e Ukrajnába. Túl későn, de jelenleg nem ismerem a valós helyzetet, hogy mikor kellene, hogy Amerika mikor adját nekünk az Abrams harckocsikat, és nem igazán tudom, mikor érkeznek meg hozzánk a tankok Európából, fogalmazott. Az ukrán vezető megemlítette azokat a tankokat is, amelyekről Európa döntést hozott. Elsősorban a franciák és a németek. Például Emmanuel Macron francia elnök két hete döntött. Érzelmileg ez nagyon pozitív lesz számomra, de mint Ukrajna elnökeként a háború idején nincs két hetem a döntésre, mutatott rá Volodymyr Zelensky.